Köszöntelek sok szeretettel. Nemrégiben beszélgettünk itt a stúdióban, de akkor sem sportszakértőként, hanem akkor, mint hát József Attila szakértő, mondhatom nyugodtan azt is, vagy versszakértőként. Igen. De hát sokoldalúságodat mindenféleképpen az is mutatja, hogy ezúttal gyógyfürdő szakértőként is itt vagy. És ez tényleg most nem udvariaskodás, hanem annyi mindennel foglalkoztál, és annyi mindenről lehet veled beszélni, hogy a sporton kívül, hogy tényleg csak csodálkozik az ember, hogy ennyi minden, hogy fér bele, és még manapság is, hogy fér bele az életedbe. Hát akkor, ha már gyógyfürdő szakértő, akkor... először is én is szeretettel üdvözöllek. Köszönöm, hogy meghívtál, és természetesen a nézőket is. Örülök tényleg. Szóval, hogy miköze van a víznek a forrásokhoz, a forráskutatáshoz, és egyáltalán te ebbe hogy keveredtél bele, de mielőtt még... Ugye, mert azt szokták mondani, hogy ha a színházban lóg egy puska a falon, akkor annak valamikor el is kell sülni. Igen. A kelléknek. Hát itt van ez a kettő darab, nem tudom micsoda, ezt mutasd be, légy szíves először, hogy micsoda. Következő van, ezt úgy hívják, hogy aragonit. Aragonit. Az aragonit gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mészkőnek egy olyan változata, amely a források, a vizek, folytán, a hőmérséklet ingadozások folytán ilyenné válik. Ez eredeti állapotában a gellértet gyomrából került ki, ez igen. És akkor, amikor gyakorlatilag a gellért hegynél, a gellért gyógyfürdőnél fölfedeztük a szökevény forrásokat, igen. És egy elhatározás után majd elmondom, igen. Hogy ilyen szökevény forrás röviden a későbbiekben, igen. És akkor egy barlangot találtak azok, akik a kutatófúrást végezték, abban a barlangba be tudtunk menni, és onnan származik ez. Sok van, de ezt hoztam be. És ez a kicsi? És ez a kicsi, ez pedig gyakorlatilag olyan kalcium, ami gyakorlatilag itt a kristályokat lehet látni, csillognak, ezek a kalcit kristályok. Ezek mind hozzá tartozik, vagy mindegyik hozzá tartozik a fürdő világhoz, amiről fogunk beszélni. Hát fogunk, és rögtön neki is kezdünk, mert csak mutatóként hoztam, mert rengeteg hát azt gondolom egyébként, tényleg a kutatás és a szökevényforrás kutatás, ez mindenféleképpen érdekes, de hát nem méretlenül mondják azt, hogy Budapest fürdőváros, hiszen itt már az ókorban, a római korban pontosabban, akkor is már voltak források, melegvizek, aztán a középkorban is, és a mai Gellért fürdő, gyógyfürdő, aztán a Rudas fürdő, Szent Lukács fürdő, és szinte sorolhatnám végig, Rácz fürdő mindenhol, ott följöttek ezek a bizonyos vizek, és természetesen a Széchenyi gyógyfürdőről is szó van, és ezt azért mondom külön, mert nagyjából júniusban, méghozzá 1913. június közepén adták át az épületet, 4 év építés után, mert a forrást az hamarabb felfedezték. Szóval, ezek a szökevényforrások fontos kérdést takarnak, és fontos szerepet játszottak nyilván Budapest forrásvízzel és melegvízzel való ellátásában, ugye? Igen. Egy picit visszanyúlva, igen. A Kárpát-medencében régen, mert ugye te egészen régre nyúlva mondtad a dolgokat, valamikor a Pannon-tenger volt. Igen. A Pannon-tenger az azt jelenti, hogy nem szárazföld. De a Pannon-tenger előbb-utóbb kiszáradt, valami történt vele, és ennek a helyén alakult ki a történelmi Magyarország, mert hiszen mindenhol hegyel vagyunk körülvéve, de igen. Nálunk azért kevesebb a helyzet. Még azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a világon általában úgy van, hogy a vulkanikus kőzetek, azok a kőzetfajtáknak, mert ugye van a vulkanikus, van az üledékes kőzet, és van az átalakult kőzet. Most a vulkanikust és az üledékest összehasonlítjuk, a világon 2/3 vagy 3/4 vulkanikus van. Ezzel szemben Magyarországon pont fordítva, itt van több üledékes kőzet, körülbelül ilyen arányban, igen. És kevesebb a vulkanikus. Na jó, hát akkor ez mindenféleképpen érdekes. Ebből, igen, ez egy kuriózum, ez a világon. Na most, de akkor azért, hát ugorjunk a fürdőkre mindenféleképpen. Persze. Már csak azért is, mert
mert a gyógyfürdő, mármint az épület, az egy neobarokk épület, azt olvastam, és ha már itt említetted az előbb, hogy ezeknek a segítségével hőmérsékletet, stb. Meg lehet határozni, azt is olvastam, hogy tulajdonképpen annak idején majdnem 1000 méter mélyre ástak, de még a 19. században, és 74,5 fokos víz jött föl. Hát most ez manapság már hogy van? Most is. Ugyanúgy a Széchenyi. Ugyanúgy a Széchenyi. Bocsáss meg egy zárójel. Azt hallottam, hogy a fővárosi állat és növénykertnek a vízilova is ebből a vízből pontosan, kap, hogy jól érezze magát. Pontosan. Na igen. Sőt, ebből a vízből még más fürdők is kapnak, mert mindjárt kitérek arra, és csak az eredet honnan származik. Valamikor a Duna, ez már jóval a Pannonteger kiszáradás után, a nagy körút vonalán helyezkedett el, ott ha bárhol lefúrunk, vagy leásunk, akkor mindenhol lehet látni, hogy általában szemcsés rétegek vannak, tehát homokos kavics és egyebek, ami annak az üledéke. Mi történt? Jöhet volt a víz. Volt egy tektonikai mozgás, aminek következtében a Gellért-hegy ketté hasadt. Aha. Lehet látni, hogy meredeken a Gellért-hegy falán is lehetett látni, hogy mi van, és akkor, amikor folyt a Duna, hasonlóan, mint a Margit-szigetet, amelyik ágba kisebben a víz, mindig a legkisebb ellenállás vonalába megy el, és akkor ment ugye a nagy körút valamikori részén, és aztán egyre inkább, ahol a törés kialakult, ott volt a kisebb ellenállás, és ment a Gellért egy tövébe. Mindaddig, amíg minden oda került, és a nagy körút fölépülhetett. Hát így van. És akkor a Gellért-hegyben jöttek olyan források elő, amik nem vártak voltak, és akkor volt az, hogy a hó leesett a budai rakparton a Gellért és a Rácz-fürdő között, és a lépcsőn, amikor még én is tapasztaltam, lépcsőn végigmentem, akkor szakaszosan egy helyen hó volt, aztán megszűnt a hó, aztán megint hó volt. Mi lett az oka? És utána az egyetemi professzorokkal együtt kitaláltuk, most mondjam azt, hogy én csak egy segéderő voltam nagyon fiatalon, azt, hogy ezek úgynevezett szökevény források, mert a Gellért egy gyomrában rengeteg van, amelyek mennek a Duna felé, és ahol éppen vannak, ott olvad el azért, ahó. Mert azok, ahó, igen, meleg. 40 fokos, és akkor az aragonit barlang, aztán most már úgy hívunk, fúrása következtében megszaladt a fúrószár, akkor lehetett látni, hogy barlang van, és alatta pedig az akkori erőjárók kitalálták, hogy akkor a Gellért-hegy gyomrában a Gellért-hegyi kutatótárról csinálják meg. Annak voltam én a fiatal műszaki ellenőre, és ott kutattunk, hogy hol vannak azok a helyek, ahol el tudjuk fogni, mielőtt még a Dunába ömlenek az értékes anyagok. Nagyon jó, és akkor eljutottunk a Gellért-fürdőig is. Eljutottunk a Gellért-fürdőig, de menjünk a Széchenyibe. Menjünk a Széchenyibe már csak azért is, mert egyszer úgy egy fél mondattal említetted, hogy akár mint a Hősök terén, a milleniumi emlékművet, akár ezt is budapesti jelképének lehet tekinteni. Abszolút. És erre vissza fogok térni, csak nagyon gyorsan elmondom még azt, hogy a Gellért-hegyben, igen, röviden fogom, tehát a Gellért-hegyben fakadó források, amik gyakorlatilag a felszínen vannak, azok a mészkő dolomit elsősorban helyenként Budai Márga és egyéb dolgok folytán, már kőzetek folytán. Amikor megtörtént ez a zökkenés a Gellért-télnél, akkor ami ott található az a kőzet, ásvány együttes, az a Széchenyi fürdőnél, ami pár kilométerrel arrébb van, ott már 1000 méter körül a föld gyomrában található. Jó, hát akkor ez mind érvényes, mind a mai napig. A mai napig, és Zsigmondi Vilmost meg kell említeni, Zsigmondi Vilmos jött erre rá, és azért a Széchenyi fürdő akkori területén, akkor még nem volt fürdő, két Széchenyi 1 és a Széchenyi 2-es forrást, ami az egyik az 1000 méter alatt van, a másik 1200 a mélysége, viszont ott, ahogy mondtad a hőmérsékleteket, így van, hogy 70 fok fölötti hőmérsékletek jöttek föl, és nem akárhogy a furtkuton belül úgy, hogy 5000 liter per perc
ami hát óriási, egyébként, amit mindenre... Hát igen, egyébként nagyon jó is tényleg, hogy Zsigmondy Vilmost említetted, mert amikor az első ilyen nagy fúrás volt, azt a, ha jól tudom, akkor még ő vezette. Vörösfenyő bélésővel még na, akkor. Tessék. Szóval ezért mondom, hogy büszkék lehetünk, de akkor még arra válaszoljál egy mondatban, hogy miért is tekinthetjük Budapest jelképének. Azért tekinthetjük Budapest jelképének, mert ugye Budapest sokak által megállapítottan a világ első számú olyan fővárosa, amelyik ilyen gyógyvízkészlete, nincs még a világon olyan főváros, amelyik ilyen gyógyvízkészlettel rendelkezik. És most visszatérve, hogy nem véletlen az, hogy amikor az Európai Unióba beléptünk, akkor a mini Európát létrehozták Brüsszelben. Igen. Ott bennünket kértek, a tervező intézetünket, hogy hát készítsük elő a Széchenyi fürdőnek a maketjét, hogy lehetne, és azt a tervet, hogy egy ilyen lilliputi kisváros legyen. Igen. És ugye mindenhonnan, hát Franciaországban az Eiffel-torony, akkor Angliában nyilvánvalóan, hogy a parlament, meg hát sok minden igen, van. Innen. És Magyarországnál lehetett volna a vár, a bazilika, halászbástya, csodálatos épületek vannak, operaház, és azért választották, nagyon szép, de azért választották a Széchenyi fürdőt, mert jelképes üzenete van annak, hogy a Széchenyi fürdő a háttérben mit tartalmaz az emberi agy hátterében, eszébe jut a gyógyvíz. És ezért lett a Széchenyi fürdő Magyarország jelképe a mini Európában. Méghozzá akkor nem is csak Budapest, hanem Magyarország jelképe. Így Magyarország jelképe, ugye? Tehát Budapest és Magyarország, jelképe. Egyébként nagyon sokan, amikor ez szóba kerül, szinte el sem hiszik, hogy tényleg a világon ez ennyire egyedülálló, és hát talán még a törököknek is köszönhető a török hódoltság idejéből, hogy azért akkora az a fajta fürdőkultúra egyrészt, hogy kialakult, igen. Másrészt pedig, hogy én nyugodtan merem állítani, hogy még mindig táplálkozunk abból, és gondolom ezzel így zárásképpen egyet is érthetünk. Nagyon is, olyannyira, hogy ma is még ugye török fürdők vannak, és a hagyományőrzés itt is megvan, tehát nyilvánvalóan, hogy attól függetlenül török hódoltság van, de mindennek van egy jó oldala, egy rossz oldala. Igen. Itt egyértelmű, hogy ezeket meg kell tartani, és soha nem szabad úgy kiátkozni, mint a törököket annak idején. Hát most már csak azt mondhatom mindannyiunk nevében, hogy éppen a kényszerhelyzet miatt természetesen bezárt a Széchenyi fürdő is, csak úgy, mint a többi fürdő, de most már eljutottunk odáig, hogy lassan-lassan nyitnak a strandok, nyitnak a fürdők, és hát remélhetőleg visszatér az élet a normális kerékvágásába. Úgyhogy lehet tovább kutatni. Lehet, így van, és remélem, hogy hát ennek meg lesz az eredménye, és még tovább lehet fejleszteni, mert ez idegenforgalmat jelent, meg sok egyebet. Egyébként csak félig viccesen mondom, hogy az jutott eszembe, mikor mondtad, hogy a nagykörút vonalában a Duna, és akkor ahova lefúrunk onnan, mindenhonnan jött volna a víz, mint Texasban az olaj. Hát csak ki pontosan, kell használni, így ugye? Van, így van. Egy mondat, fél mondat. Kihasználjuk kellőképpen ezt a lehetőséget? Nem. Kihasználjuk, de nem kellőképp. Tehát még olyan fantáziák léphetnek ki a napvilágra, amit én nagyon szeretnék megélni, hogy mit lehet még ebből csinálni. Hát én azt hiszem, hogy a tervező intézetetek mindent megtesz annak érdekében, ugye csak úgy, mint ahogy ez a gyönyörű kiadvány is itt van, minél többet tudjunk meg Budapest fővárosról, a fürdők fővárosáról. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm, és még én egy valakit szeretnék megemlíteni ennek kapcsán, igen. Az Ásványok és Közletek, dr. Kriván Pál, geológus, aki a földtani tanszék docense volt. Ő volt az, aki megállapította annak idején, hogy milyen ásványok vannak ebben, úgyhogy én szeretnék visszaemlékezni rá, és megköszönni neki, hogy ezt tette. Még egyszer köszönöm. Én is.